Sziasztok! Dáj vagyok az RNDH ról mai napon pedig ismét egy sorsolás következik, hozzá a Metagame jóvoltából egy Adeptus Custodes Combat Patrolt fogunk most kisorsolni, azok között a játékosok között, akik csatlakoztak a tier rendszerünkhöz. Ez ugyebár egy állandó havi támogatási rendszer, amivel a hákumnak a fennmaradását, illetve a finanszírozását próbáljuk meg megoldani, és különböző tírek vannak, egészen a támogatótól a HQ legendáig, különböző összegekkel lehet minket támogatni, amit mindenkinek nagyon köszönünk, aki ezt megteszi, a leírásban megtaláljátok egyébként minden videónk alatt, tehát most is ennek a pontos paramétereit, hogy hogyan is működik, és hogy milyen előnyökkel jár. Akik például háku bajnok szinten vannak, azok részt vesznek minden hónapban egy sorsoláson, amikor is most úgy néz ki, hogy általában még egészen januárig, de nem spoilerezem el, mert itt van mellettem a többi is, azt is be fogom mutatni, kombat patrolokat tudnak tőlünk nyerni, ugyebár ez úgy működik, hogy mindig mindenki automatikusan, aki háku bajnok vagy hákú legenda, az bekerül a kis zsákocskába, ha csak nem kéri azt, hogy, hogy ezen a sorsoláson most nem szeretne szerepelni. Nyilván, hogyha nincs ilyen serege, vagy nem tudna vele mit kezdeni, vagy úgy gondolja, hogy másnak szeretné átadni a lehetőséget, akkor ezt megteheti. Most is volt négy olyan nagyon kedves háku, tírtagunk, aki azt mondta, hogy, hogy ebbe a sorsolásból nem szeretne szerepelni, mert neki igazándiból erre nincs szüksége, nem szeretné másról elvenni a lehetőséget. Nekik nagyon köszönjük, név szerint ők Benya, Balú, Szotyi és Szaráf voltak. Reméljük, hogy lesz majd olyan tétel a kombatpatrolok között, amire ti is tudtok jelentkezni, és ti is tudtok érte játszani. Mindenki más pedig itt van a kalapba, leszámítva ugyebár Zoli papát és Mortázt, Domát, akik pedig már nyertek ebben a szériában, ugyanis ez úgy működik, hogy ha nyertél már egyszer, akkor egészen addig kikerül a neved a kis zsákocskából, amíg mindenki más nem nyert, vagy pedig nincs egy olyan tétel, amiről mindenki más pedig lemond. Lesz még rengeteg szolgálati közlemény is, de gyorsan essünk túl a sorsoláson, hogy akik csak ezért jöttek és most ezért izgulnak, azok azok tudják tudják a végeredményt azt mondja hogy keverem kavarom nem nézek oda nem nézek bele így is azért van benne szerencsére jó pár név és nagyon köszönjük, hogy támogattok minket tényleg mert ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a, hogy a HQ-t 2025-ös évben is egészen év végéig tudjuk támogatni. Ugye bár volt egyszer már egy támogatói kampányunk idén májusban, amikor is uh, egy hatalmas összeget, 840 ezer forintot adtatok nekünk össze azért, hogy felmaradhassunk még egy évig és ez májusban fog kifutni, addigra reméljük, hogy ez a támogatói rendszer, illetve az, hogy a jövő évben rengeteg egyéb eventet és egyéb uh, apróságot szeretnénk, az, az, meg fogja tudni oldani, hogy fenntarthassuk továbbra is a hákút, legyenek programok, legyenek videók, és minden egyéb, amit már megszokhattatok tőlünk. Na, ennyi keverés talán elég volt, de azért még egyszer így is. És a nyertesünk, tehát aki a metagame jó voltából ezt a Combat patrol elviheti, nem más, mint Torma. Torma gratulálunk róla, azt kell tudni, hogy ő a kókuszgolyók ura, amikor ő jön eventre, akkor, akkor, mindig nagyon finom kókuszgolyókkal szokott minket meglepni, mindenki nagy örömére. Torma, akkor már is bejebb vagy egy Adeptus Custodes Combat Patrollal. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a Metagame-nek, hogy ezt, a, ezt az ajándékot felajánlották, és így ezt tovább tudtuk adni a közösségnek, név szerint Tormának. Akik csak a sorsolás érdekelt, azoknak köszönjük szépen. A figyel, op, nem, 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 és ezt mindig elfelejtem, és ezt mindig elfelejtem, és, és most is azért eszembe jutott, hogy azért lássátok, hogy nincs benne csalás. Nagyon szépen köszönjük a támogatást Kombatnak is, az ő neve is itt volt. Nagyon szépen köszönjük Szilandernek, szintén itt volt a neve Bogertnek is, nagyon köszönjük a támogatást, illetve itt van még Spahi is természetesen. Ők azok, akik legalább HQ bajnok szinten támogatnak minket. És akkor nézzük meg, hogy kik azok, vagy mik azok a tételek, amik még következni fognak. Ugyebár ez volt az októberi sorsolásunk. Novemberben lesz egy nagyon király kis uh, Astra Militarum lánykori nevén Imperial Guard patrolunk. ezt lehet majd megnyerni valamikor november 20 27-28-a körül igyekszem a sorsolásokat lebonyolítani. Úgyhogy ez az a következő tételünk. Aztán lesz nekünk decemberben egy Blood Angel Combat Patrolunk, ami igazándiból egy Space Marine Combat Patrol csak van benne, vagyis a Space Marine figurákat tartalmaz, csak van benne egy Upgrade Sprue, amivel a, a, heraldikáját a, a Blood Blood Angeleknek ki lehet rakni. Ez is egy nagyon kedves kis ajándék, ugyebár a, a Space marine egy nagyon répszerű frakció, és ami a múltkor még nem volt meg, de most már a Főnix csarnoknak hála megvan, ugyanis ezt a Főnix csarnoknak szeretnénk nagyon szépen megköszönni, ez a januári tételünk lesz, ez pedig egy Combat Patrol World Eaters, Korn kedvencei, Angron gyermekei, nyilván Angron azért ebben nincs benne, de vannak benne sakálok, meg van benne uh, talán igen, talán Kornberzerkel, Lord Invocatus, meg minden ilyen kis apróság, tehát uh, a World Eater az nem egy túl sok, túl sok saját unittal rendelkező sereg, nagyon jól el lehet vele kezdeni, és hát általában ezek a vördítes seregekben ezek a szerepelni is fognak. Nagyon köszönjük a Phoenix csarnoknak, hogy a rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a kombatpatrót, és itt, tovább tudjuk adni nektek. Ahhoz, hogy ezekben a sorsolásokban szerepelj, nem kell más tenned, mint az adott tételnek a hónapjában, és még egy hónapban, ez akár az előtte lévő, akár az utána lévő, legyél legalább HQ bajnok rangban és akkor automatikusan a kis belekerül a neved, és hogyha nem kéred, mint ahogy a srácok is most négyen kérték, hogy ők nem szeretnének szerepelni, akkor automatikusan úgymond kvalifikálsz rá, és kihúzhatjuk akár a te nevedet is. Reméljük, hogy minél többen csatlakoztok a TIR rendszerünkhöz. Aki pedig még tovább menne, és nem csak bajnok szeretne lenni, hanem egyenesen legenda, az ugye bár számíthat rá, hogy vannak nekünk gyönyörű egyedi festett modelljeink. Ő itt egy Norn asszimilátor, amit falja festett ki. Nyilván most nem látszik rendesen, de talán majd teszek be képet, meglátjuk, hogy a videóban hogy készülök el. A lényeg a lényeg, hogy két havonta pedig ilyeneket sorsolunk ki, tehát ezek teljesen egyedi festések jókezű, nagyon jókezű festőktől. Ő az egyik, amire lehet nevezni a HQ legendáknak. Ez volt a, az október-novemberi tételünk, tehát ez is november, hát a következő sorsolás szintén november 28-án lesz. És íme itt van még a griflovas is, amit pedig Krisztián festett ki, ez is egy teljesen egyedi modell, ez az augusztus-szeptemberi tételünk volt, ez is ugye bár megmaradt, és egészen addig, amíg nem jelentkezik rá legalább egy legenda, addig folyamatosan be fog kerülni. Nézz, mi pók már beleszőtt ide egy kicsit. A pókháló extra, ez ilyen nagyon extra hákos plusz bónusz. Krisztián figurájára még itt rátelepedett, de most leszettem róla, úgyhogy tönkretettem, remélem, hogy azért még így is lesz olyan, aki jelentkezik rá. Tehát van AOS figura is, van 40K figura is akik legendák, azok erre tudnak jelentkezni. Itt fontos, hogy nem kerülsz be automatikusan a hiszen itt az a célunk, hogy ez a figura tényleg olyan helyre kerüljön, ahol, ahol asztalt fog látni és ahol használni fogják. Tehát ez úgy működik, hogy a HQ legendák erre tudnak jelentkezni, amennyiben szeretnének. Ha nem érkezik rá a jelentkező, akkor pedig automatikusan tovább görgetjük a tételt, és már megvannak a, a terveink, ugyebár ez az október-november megvannak a december-januárra is már a terveink, Reméljük, hamarosan megérkezik az a modell is, és akkor el tudjuk juttatni a, festőhöz, aki el tud kezdeni dolgozni rajta, hiszen ezek a tételek azért nem, tényleg nem két perc alatt készülnek el, mert ez nem annyi, hogy kapsz egy dobozt, aztán csinálj vele valamit, akar, amit akarsz, hanem ezek, ezek a csatatér díszei. És akkor a néhány szolgálati közlemény, amit szerettem volna mondani. Első és legfontosabb, hogy a mai naptól, tehát október 27-től lehet már jelentkezni a mesterek tornájára, azoknak a játékosoknak is, akik a Gomez által vezetett 2000 pontos ranglistán nincsenek benne a top 50-ben. Ennek volt egy nagyjából egy hónapos ö, olyan jelentkezési része ennek a rendezvényünknek, vagy ennek a versenyünknek, amikor csak azok jelentkezhettek, akik a top 50-ben a jelentkezésük pillanatában ben voltak. Ha jól emlékszem, 11 jelentkező érkezett ilyen aki, aki hát úgymond a hazai elitnek abszolút a, a, tagja, és ők meg is szállták a november 23-ai, ha jól emlékszem, szombati napot, úgyhogy oda már csak egyetlen egy helyünk van, tehát aki be akar kerülni a mélyvízbe, az oda még bekerülhet, illetve van egy november 24-i napunk is, amire most már bárki tud jelentkezni, a BCP-n keresztül tudjátok ezt megtenni, a Best Coast Pairingen, ami egy event figyelő, event bonyolító igazándiból nem is program, hanem egy, egy webfelület, Hogyha ide felmentek, akkor beírjátok a keresőbe, hogy Mesterek tornája, nyilván leszülítek 40 kára, és akkor ezt ki fogja adni, és bármelyik napra ott látjátok, hogy mennyi hely van még, semmi más nem kell tenni, mint hogy becsekkoltok, és akkor automatikusan foglaltuk egy helyet magatoknak. Ez ugyebár egy szombat-vasárnapi nap, 23-a, 24-e, mind a két napon 12 játékosra van helyünk, ennyien mérhetik majd össze a tudásukat, és akik bejutnak a döntőbe, az pedig mind a két napról a legjobb hat, tehát akik a legtöbb pontot tudták elérni, itt ugye VTC pontozáson, tehát mint a nagyok, három órás csaták, három csata, minden abszolút úgy működik, ahogy azt a profik már megszokhatták és aki bejut vasárnapra a döntőbe, ott ismét 12 játékos fogja, ugye hat az egyik napról, hat a másik napról, és a sejtezőkről összemérni a tudását, és akkor megavat, felavathatjuk, vagy megtalálhatjuk a HQ bajnokát, legalábbis ebbe az évbe biztosan. Meglátjuk, hogy ez mennyire népszerű, mennyire fogjátok szeretni, és akkor valószínűleg jövő évben is vagy egy, vagy két ilyen játékalkalmat, ilyen mesterek tornáját akkor fogunk csinálni. A másik szolgálati közlemény az szintén a jövőre vonatkozik. Lezajrott az első Atreus kapunk, nagyon jó volt, ez szintén egy 2K pontos, klasszikus, úgymond profi event, amit a Loksa Bence Atreus teóskodott itt nálunk. Nagyon köszönjük, hogy eljött és meg lebonyolította, megcsinálta ezt az eventet, teljesen jó volt a hangulat. Kifejezetten élveztem azt, hogy ahhoz képest, hogy ez egy profi rendezvény volt, tehát ugye a a klasszikus szabályok szerint, bár nem VTC pontozás volt, mert az Atreus átállt a sima GV pontozásra, de, de abszolút nem volt feszült a hangulat, tehát teljesen kötetlenül játszottak a srácok. Sok új arc is jött, akik általában ugye nem jönnek a hq mert mi az ilyen kisebb léptékű és két csatás eventekre álltunk be, mert a, a fő mozgató vagy az egyik főelvünk az, hogy a, a, kezdőknek, illetve a visszailleszkedőknek segítsünk. Ez volt az első olyan eventünk, ami kifejezetten a versenyjátékosoknak szólt, és többen is érkeztek, akik egyébként ide nem járnak hozzánk, de erre az eventre eljöttek, mert az, amit ők is megszoktak és szeretnek. Illetve jó pár olyan játékos is volt, aki meg úgymond HQ nevelés, tehát akik itt az itteni törzsgárdához tartoznak, de úgy gondolták, hogy elérték azt a szintet, hogy volt ahhoz kedvük, hogy meg hogy kipróbálják magukat egy 2 pontos csatában, is, egyébként abszolút nem ők lettek az utolsók, tehát teljesen jó felkészítést, jó, jó iskolába jártak, mondhatjuk azt. Nyilván ennek van a kevesebb köze, és inkább a játékosnak a saját szkíje és szerencséje az, ami dominál, de ők is nagyon jól érezték magukat, és, és tudtak eredményeket elérni. Szóval jó emlékszem, mind a kettőjüknek, mind a, mind a volt győzelmük, így van, úgyhogy, úgyhogy teljesen jó beindleszkedtek a 2K pont is, majd azt mondom, hogy kooperatívba. Az nincs, az majd lehet, hogy jövőre lesz. Ugyanis november 1-én az a tervünk, hogy az összes eventünknek, vagy majdnem az összes eventünknek, mert speciel az Atreus kapott is szeretnénk továbbvinni jövőre is, de ott ugye a Bencének azért a, a naptárához, az időbeosztásához egyeztetnünk kell, és ő nem tudja már évelején megmondani, hogy, hogy mi, melyik napokon, ezek általában hétvégi napokon lesznek, mikor ér rá, de általában mi azt szoktuk, hogy mindig évelején kiírjuk már a, az összes eventünket azért, hogy jóval előre lehessen ugye bár tervezni, hogy hogy fognak működni a dolgok, mik is lesznek ezek, folytatjuk a ti sereg csatáját, sőt még az sincs kizárva, hogy ezt fel fogjuk bővíteni 12 sereg csatájára, ez attól függ, hogy, hogy ti mit szeretnétek, ezzel kapcsolatban pedig mindenkit szeretnék megkérni, hogy jöjjön fel a Discordunkra, ugyanis a Facebookra is igyekszünk kiírni minden eventet és mindent, ami, ami történik nálunk, de én elsősorban Discord buzi vagyok, és azt tudom a leginkább jól és hatékonyan és gyorsan kezelni. Nagyon nehéz megoldani ilyen volumennél már azt, hogy, hogy több felületet is figyeljek és több helyre is hírezzek ki mindent, ami van, tehát fel a Discordra, és akkor el tudjátok például azt dönteni, hogy, hogy jövőre 10 vagy 12 sereg csatája legyen, tehát 5 vagy 6 asztallal folytassuk ezt az eseménysorozatot. Most már itt is mindig az van, hogy mielőtt kihirdetésre kerülne egy hónappal az esemény előtt a kiírás, a Discordon szintén van egy szavazás, amikor most, ha jól emlékszem, 22 seregből választhattatok ki ti tíz darab sereget, hogy melyiket szeretnétek a, a, mezőnyben tudni. Tehát a támogatóinknak hála azoknak az embereknek, akik kölcsönadják nekünk a seregeiket, hogy itt tologathassuk őket, illetve a hq is most már egy nagyon jelentős seregkészlete van. Ezért most már nem, nem is csak annyi van idézőjelben, hogy, hogy van 10 vagy 12 seregünk, hanem egy 20-22 fős sereg ö, garmadából, egy sereg áradatból választhatjátok azt ki, hogy, hogy, melyik 10 vagy 12 sereget szeretnétek látni. Most már mindig úgy lesz, ahogy idén is már az év második felében volt, hogy minden éventünk valamilyen szinten tematizált lesz, tehát volt itt már hordanap, volt itt már nagyfiúk csatája, most novemberben, ide egyébként, ha jól emlékszem, még talán két hely van, de nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy már elkelt mindegyik, a Meta Chasers nevezetű dolog lesz, ahol is a, az Ivány Ricsi meg a, meg a Szatmári Peti rakták össze a HQ seregeket, illetve a többi sereget is, amit kölcsön kapunk, azt is ők instruálták, hogy hogyan lehet úgy összerakni, hogy az tényleg a szó legyen teljesen, és, és abszolút arról szóljon, hogy a, hogy a hatékonyság és a gyilkolás. Egyébként ez egy sokkal könnyebb hangvételű event szokott lenni, tehát előkerülnek olyan unitok, amik, amik egyébként soha nem kerülnek asztalra, és ezt nagyon szeretem benne. Akik jönnek, azok is szeretni szokták. Tehát ez biztos, hogy vinni fogjuk tovább, ezen felül újra meg fogjuk hirdetni a csapatversenyünket is. Ez valószínűleg december 15-től január 15-ig lehet majd jelentkezni rá. Ezzel kapcsolatban is egyébként a Discordunkon jelenleg van egy kérdői, vagyis hát milyen kérdést feltettem, illetve a javaslataitokat várom. Miben változtassunk rajta, miben javítsunk rajta? Ugye idén 8 csapat indult el 5-5 játékossal. Most is alapjáraton ezt gondoljuk, hogy ez lesz, tehát öt csapatokat szeretnénk. Alapjáraton 4től 8 csapatig hirdetjük meg, tehát csak akkor fogjuk megrendezni az évadot, hogyha legalább négy csapat összejön, viszont 8 csapatig fel tudunk menni. Hogyha nagyon szeretnétek, és nagyon sokan jelentkeztek, amiben nagyon bízom, és én nagyon szeretném. A, akkor viszont fel tudunk menni akár 10 vagy még több csapatra. Ugye bár a 8 csapatnál is már az van, hogy hogy nem fog minden csapat mindenkivel találkozni, de a kiírásban majd úgy is megtaláltok részletesen minden ilyet. Ezen kívül csinálunk, indítunk jövőre egy narratív kampányt is, ami azért lesz különleges, mert mert nekünk volt régen egy Crusade eventünk, akkor még nem is volt hákum maga, vagyis hát a csatorna már nyilván meg volt, de a, a hely az nem. Ezt még a TLK-ban, a telepasztalógiainak klubjában rendeztük meg. Annó az egy tizen, 18 fős esemény volt szerintem, ha jól emlékszem. Az még Crusade rendszerben ment, és kialakítottunk egy, egy rendszert, egy világot, a Nemex rendszert, ahol is ezek a frakciók ugyebár elhelyezkedtek, szépen volt egy hát egy olyan száz oldalnyi háttértörténetet szerintem azért írtam hozzá, akit érdekel, majd ez is ki lesz természetesen a Facebookon, és lehet rá jelentkezni. Ennek lesz a folytatása, én már nem Cruzét, hanem normál matchplay rendszerben jövőre. Jelenleg erre 20, 22 jelentkező, vagy 22 érdeklődő van. Ami ennek a specialitása lesz, az az, hogy, hogy az egyik nagy hátránya az ilyen kampányoknak, hogy nagyon nehéz megoldani, hogy mindenki tudjon játszani, és mindenki, aki össze sorsorban valakivel, az meg tudja beszélni, és össze tudja egyeztetni az adott időpontot. Ezt most úgy fogjuk kiküszöbölni, hogy ide játékosok tudnak majd jelentkezni, lesznek a kampányban frakciók, ezek az előre meghatározott, azoknak a frakcióknak lesz egyébként a, a folytatása, ami már benne vannak a történetben, és a játékosok majd minden egyes körben megmondhatják, hogy ők melyik frakcióval szeretnének játszani és ez alapján vagy saját sereget hoznak, vagy pedig, hogyha nincs ilyen seregük, akkor a Hákunknak a seregkészletéből biztosítunk nekik seregeket. Mindig csak a küldetést fogják megkapni, tehát minden, ez két havonta fogjuk egyébként megrendezni, nem lesznek kötött időpontok, tehát a két hónapon belül, bármelyik délután, vagy bármelyik hétvégén, vagy bármikor, amikor akarod, tudod játszani azt a csatát amire amit ugye bár kiválasztottál magadnak azt a frakciót, hozhatsz rá saját sereget, kaphatsz hákus sereget, és a lényeg az, hogy azok a játékosok, akik pedig esetleg több csatát is szeretnének, vagy több frakcióval is szeretnének nyomulni az adott hónapban, azok miután az első választás megvolt, ami frakciók megmaradnak, ők kapnak egy második választást, harmadik választást, és így aztán, akik akik szeretnének sokat jönni játszani, azok akár 3-4-5, akárhány csatát is le fognak tudni bonyolítani. Ez sem végleges még, itt is a Discord-dal följöttök, akkor ennek a, a, konkrétan a szervezésében részt tudtok venni, és, sőt, mi több, aki jelentkezik rá és jelzi, hogy érdeklődik és szeretne jönni, az még frakciót is kérhet, hogy illesztődjön be ebbe a játékba. Például egy 1000 frakció már így kerül beépítésre egy Deadguard frakció kerül így beépítésre, és egy Votán frakció is beépítésre fog így kerülni, de például már van egy játékos, aki a GST, aki egy frakciót szeretne, csak még a nevét nem találta aki pontosan, hogy mi legyen, hiszen itt nem úgy néz ki, egy narratív kampányról van szó, nem úgy néz ki a kérés, hogy azt mondod, hogy jó, akkor szeretnék egy TS frakciót, hanem a, például a, a most hirtelen a, a Deadguardoknak jut eszembe a neve, aki a Döglégy Raj lett, ez Baluk érte, ő is játszani fog ebben a kampányban, nagyon remélem minél többet. Úgyhogy névvel ellátott frakciókat lehet minden játékosnak, aki jelzi az érdeklődését, maximum egyet még betenni. Akár még úgy is, hogyha az a frakció már benn van a normál frakció listában, tehát akkor lehet belőle akár több is. Jó, és ezen kívül pedig ugye bár fel fogjuk éleszteni a forvé forfánt, erről már hallhattatok, vagy aki régebb óta követ minket, azt tudhatja, hogy ez egy négyfős free for -all, viszont most ezt úgy fogjuk csinálni, hogy egybe picit a megasereg csata eventünkkel, tehát jövőre lesznek úgynevezett bohém hammer napok itt a, a ami kifejezetten arról szól, hogy csak ilyen elvetemült egyedi szabályos 40 k játszunk, mint például a megasereg csata, ahol ahol ugye bár 6 és 12 ezer pont, hogy van 1500, igen, szerintem nem 6 és, 6 és 9 ezer pont talán, igen, mert három ellenfél, nem, 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 9 és 12 ezer pont között. Bocsánat, matekból már nem vagyok így erős este 9 fele, de a lényeg az, hogy, hogy ahol tényleg 12 ezer pontnyi figurát felpakolunk az asztalra, akár úgy is, hogy te hozod a seregedet, akár úgy is, hogy a HQ-tól kér sereget, és ezeken a Bohém Hammer napokon ezt és a Forway Ford fánt fogjuk játszani, attól függően, hogy melyikre hány jelentkezőnk van. Ugye a forway tudunk akár játszani itt most már hármat is, mert van annyi nagy asztalunk, van annyi nagymatunk, vagy pedig tudunk kettő forway ford fun és egy meg a sereg csatát játszani. Szerencsére a hq a sajátossága az, hogy szobáink vannak, így aztán a játékosok nem igazán zavarják egymás játékát, mert szépen elvonulnak a saját kis szobájukba, és akkor ott meg le tudják bonyolítani a játékukat. Na, szerintem kb. ennyi. Az atreust mondtam, a Tiszaik csatáját mondtam, a csapatkampányt mondtam, a bohém hammeres dolgokat, meg a narratívot mondtam. Az már nem tudom, hanyadik. Mindegy, de a lényeg a lényeg, hogy akkor ennyi volt a szolgálati közlemény, gyertek fel a Discordra, de természetesen, ha nem jöttök fel, akkor is a Facebookra ezek mind ki lesznek szépen irogatva, ahogy szerintem a mai napon már ugye a Mesterek Tornájának a nevezési lehetősége is kikerült nem csak a Discordra, hanem kiraktam Facebookra is. És na, nagyjából ennyit szerettem volna hogy elmondani a sorsásra Egybekötve még egyszer gratulálunk Tormának, hogy megnyerte a Castles Combat Patrolt, és még egyszer nagyon köszönjük a Metagame-nek, hogy lehetővé tette azt, hogy Torma megnyerje ezt a Castles Combat Patrolt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, már ennyi voltam, sziasztok!